A község általános iskoláinak végzőseit a házigazdák szervezetten szállították a középiskola bőrzére. Az óriási érdeklődést kiváltó bemutatón a diákok a helybeli középiskola mellett megismerkedhettek 3-3 szabadkai és zentai, valamint egy-egy adai, csókai és törökkanizsai középiskolával, de bemutatót tartott a Kamenicai Rendőrképző Központ is, amely már végzett középiskolásokat vár egy éves képzésre. Az iskolánkban ez a bizottság fölmérte december folyamán, hogy a tanulókat milyen szakok érdeklik, majd ez a válogatás alapján utána megtörtént az iskoláknak ugye szintén a kiválogatása. A tavalyi sikeres bemutatót követően idén még több középiskola tett eleget a felkérésnek. A középiskola bőrze egy olyan szerbiai pályaválasztás segítő projekt része, amelyet a német állam is támogat. Ez a program a 8. osztályos tanulók pályaválasztásával foglalkozik. Tulajdonképpen egy olyan összetett feladatsor, amelyben a tanulóknak segítünk abban, hogy pályát válasszanak, megfelelő foglalkozásokat kiválasszák. A 8. diákok egy részét szülei kísérték el, akik szerint a középiskolák nagyszerű, mindenre kiterjedő bemutatókkal próbálták megkönnyíteni csemeteik pályaválasztását, sőt, a törökkanizsai szakmunkásképző középiskola szakástanulói saját készítésű süteményekkel és palacsintával is kedveskedtek a látogatóknak.